vissza még, volt miért elvesznem. Lehetek-e mindörökké az, aki a fénybe lépett, aki a fénybe égett, aki az égre érett. Szombathelyen élek, úgyhogy nagy visszatérésről azért nincsen igen. Szó, igen. Itt élek, viszont szombathelyen játszani mindig valahogy örömtelibb nekem, mivel itt kezdtem el zenélni Várhely Zoltánnál annak idején, úgyhogy mindig otthonos ez a jönni. 12 éves korában kezdett el gitározni, azelőtt csak énekelgetett, vagy esetleg más hangszeren próbálkozott-e? Nem próbálkoztam nagyon más hangszer, mivel nem is volt otthon más hangszer. És a gitár hogy ment? Hogy ment? Ezt lehet, hogy a tanároktól kéne megkérdezni. Mindig nagyon élveztem játszani. Inkább a hangulata volt az, ami megmaradt így visszagondolva a tinédzser koromra. Középiskolás korában már gitáron kísérte önmagát, illetve énekelt. És hát azt olvastam talán a Facebookon, hogy hát valamelyik szám az matek órán született. Ennek mi a története? Hogy lehet matek órán dalt alkotni? Hát így. Sokszor írogattam az órák alatt, és emlékszem, hogy ez a dal konkrétan versszaki refrénye az matek órán született meg. Ilyenkor a tanár kínál a táblánál, a diák meg azon gondolkodik, hogy mi legyen a refrénbe? Körülbelül igen, így ilyen elképzelni tagjai. Rozsnyó Judit hegedül, ugye, Günzberger Ákos gitározik, Laskaj Peti dobol és Borbén Matyi a basszusgitárosunk. A fiúk később jöttek hozzánk, két éve. Addig ketten játszottunk Judittal. Miért érezte úgy, hogy kevés már a hegedű meg a gitár, vagy miért alakítottak együtt ezt? Ez igazából alakult. Úgy tudtam, hogy Ákos már egy ideje szeretett volna velünk zenélni, és így voltak triós koncertek, neki volt a barátja Matyi, úgyhogy így, és Petit pedig online találtuk. Online doboskeresés volt. Ez egy izgalmas dolog lehetett. Már beszéltünk róla, hogy matek órán is születtek dalok, de most is születnek, de azt olvastam, hogy azért ezek a dalok sokszor nagyon lassan, akár hónapok alatt születnek meg. Ilyen nehéz a dal szülése. Ez változó, van, ami valóban sok ideig tart, van, ami gyorsabban, van, amit egy este alatt sikerül megírni. Erre is van példa, de valóban én általában úgy küldöm ki a zenekar tagjainak a dalokat, hogyha azzal úgy 100%-ig elégedett vagyok. I'm holding the thought of holding my heart in a palm, but where do I begin? I'm always lost. A lemezünk most jelenik meg CD formátumban, illetve online is most jött ki februárban.
A klip címe Ismerj fel, ugyanúgy, mint a lemeznek a címe is, és Ákosnak a szobájában vettük fel valóban. Az volt a célom, hogy mindenki mindenféle hangszeren játszon, és mindenfélét kipróbáljon. És úgy gondolom, hogy ez sikerült, nagyon, nagyon jó hangulatban telt a felvétel. Ebben a mai riportban az a érdekes, hogy ugye a Cseh Tamás program támogatottja. Ez a mai akusztik ugye a Cseh Tamás program részeként működik, illetve ez a televíziós műsor, amiben ez a riportban meg ugyancsak a Cseh Tamás program támogatottja. Önnek mit jelent ez a Cseh Tamás féle támogatás? Még a munka nálunk folyamatban van, de egyrészt nyilván egy hatalmas segítség mind a lemez megjelenése körül, mint pedig a jövőbeli klipkészítés szempontjából, de azért a többit igazából csak utólag lehet erre válaszolni, gondolom. A mai este egyedül fog szerepelni zenekarról, párosban, illetve hogy fognak előadni? Duóban érkeztünk, Rozsnyói Judittal. Hegedül, én pedig gitározni és énekelni fogok. A zenekar dalait játsszuk, csak akusztikus hangszerelésben. Kicsit más, így intimebb a hangulata a koncertnek, mint amikor zenekarral játsszuk. Én mindkét felállást egyébként nagyon szeretem, mert nagyon más hangulata van a kettő. Lassan mozog, nehogy felébresztőd, mert elkapott egyszer és rángott a föld. Ez a város úgy porzik, mint a régi ruhám, és csak ez hullám, és ma hordom talán. Az arcomon, talpamon titok, csak ez számít, mert a titok, a lényeg, a többi már nem számít, nem számít. Ugye ennek az egész előadásnak az a témája, hogy Well Hello brand építés, és ennek az elejében én még nem vettem mélyen részt. Ellenben Tomi annál inkább, és arra gondoltam, hogy elmeséltetem vele, hogy indult ez az egész. Egészen pontosan arra vagyok kíváncsi, ez számomra egy nagyon izgalmas és para alkalom volt, amikor ott állsz, ezt tulajdonképpen tavaly nyáron a élő zenekaroddal, amit Fluor and the Filigrensnek hívtak, és Fluor számok voltak élőben eljátszva. Tehát már ott volt egy minőségi produkció, viszont valamiért nem volt akkora hype körülötte, sőt annyira nem volt hype, hogy volt is egy elég kevés nézőszámos koncerted, hogy ebből a, nem tudom, mély gödörből, ebből a szituációból, amiben voltál, hogyan gondoltad, hogy tovább lépsz, hogyan áldoztad föl a Fluor, idézőjelben a Fluor nevet, arra, hogy egy Well Hello legyen? Azt hittem, még mondod, szánzér ittam. Hát legelőször is ez ott kezdődött, hogy már így nagyjából 2012 évvégén tudtam, hogy én szeretném átpozícionálni ezt az egészet, amiben mozgok és ahol. Úgyhogy nem nagyon volt kérdés, hogy hova szeretnék lőni, teljesen biztos volt, hogy a Petőfi Rádió, az egyetemista közeg és alapvetően az idősebbek. Úgyhogy elkezdtem szépen ezen dolgozni. Az első cél az volt, hogy legyen egy szóló számom, a Petőfin megtörtént, lejátszották mondjuk napi egyszer, de jó lenne a toplistára is felkerülni, akkor ez is megtörtént, és végül szépen felépültek a dolgok. Ez a Fluor and the Filigrens történet, ez inkább arról szólt, hogy szerettem volna megnézni, hogy működik a zenekarosdi, mi történik itt. Ide már hívtam magammal Diaszt, ugyanis ekkor már létezett a Well Hello. Hát még nem official, tehát mi már tudtuk, hogy lesz, inkább úgy mondom. Úgyhogy tök jó volt, mert összeszoktunk vele szépen a színpadon, és egyébként még akkoriban, igen, még egészen decemberig mentek a különböző plázás és falunapos csodák, és oda is szépen jött, és tök jó volt, mert bedobtam a mélyvízbe, és meglátta, hogy milyen az alja, mikor a pörköltszaftos trikót iratják alá, és a nagymama eszi a lángost, miközben te éneklet, hogy hello lányok. Úgyhogy tényleg nagyon jó élmény volt neki is, kitanultuk egymás rezzenéseit, úgyhogy ez is hozzátett ahhoz, hogy később, mikor már tudjuk, hogy na, hogy kell egy zenekart, egyáltalán
hogy kell beszélni a tagokkal. Tehát itt egy nagyon sok kérdés volt, hogy most akkor legyek genyó, vagy legyek jó fej, de meg túl jó fej vagyok, akkor lehet, hogy elbasszák. És akkor így szépen megtanultuk a dolgot. Csak csajok voltak a zenekarban, úgyhogy ezt egyből bevállaltátok. Igen, de tök jó volt azért. Alapvetően igen, lányokról azért tudni kell, nem róluk, de úgy alapjaiban a lányokról, hogy nehezebb, vagy legalábbis nekünk mindig nehezebb volt lányokkal beszélni, mert azért hajlamosabbak érzelmi síkra vinni dolgokat, amik nem érzelemből születnek, hanem éppen a racionalitás miatt. De ők nagyon tökös lányok, egyébként leittak minket is, be kell vallani. Borzasztó nagy rock and roll arcok voltak, úgyhogy néha égett is a pofánk. Úgyhogy velük így annyira nem volt ilyen probléma, azt hiszem. De nagyon izgalmas volt. Igen, volt fesztiválokon egyébként jöttek ránk, az jó volt, nem olyan kiemelkedően brutál sokan, de voltak. Viszont ugye azt is észrevettem azért már 2012 környékén, hogy a Fluor, mint brand azért elfáradt, elég sok sztereotípia rá lett aggatva, elég sok hülyeség, ami egyébként nem is tartozott hozzá. Tehát, például? Hát konkrétan önálló életre kelt a dolog, mit tudom én, a hülye buzi playback előstől kezdve, a stb. Amit hát tudtommal nem voltam buzi, egyébként pont akkor kurtam a legtöbbet, és playbackelni se playbackeltem soha, úgyhogy annyira így nem azt mondom, hogy magamra vettem, de éreztem, hogy ugye az ember, amikor csinál egy terméket, akkor próbál tulajdonságokat adni neki, felruházni, karakteressé tenni, amit ugye a Fluornál az volt, hogy a félrefordított sapka, a parti szemüveg, a neon cuccok, tehát mindig az volt a lényeg, hogy olyat csináljak, amit le lehet rajzolni, amire azt lehet mondani, hogy na, ez fluoros, és felismerik, és létezzen egy olyan fluoros. Úgyhogy miután elhitettem mindenkivel, hogy hülye gyerek vagyok, és rájöttem, hogy ez nem jó, utána átgondoltam a dolgot, hogy mi lenne, hogyha mondjuk nem azt próbálnám elhitetni, hogy hülye gyerek vagyok, hanem hogy nem vagyok az, és hogy egyébként van itt egy elnöki brand, egy prémium márka, amit be lehet szépen csomagolni, tulajdonságokat lehet neki tényleg adni, és azért kordában is lehet tartani, hogy ne az emberek ruházzák fel végül tulajdonságokkal. Szóval ez a úgynevezett hülye gyerekből elnök projekt egyébként, ami politikában lehet. Is megy, nem? Na jó, lehet, lehet így nevezni egyébként, simán. Hú, ez igen, ez óvatos. Csak Tamás program. Ja, igen. Na. Egyébként előbb volt meg neked az a gondolat minden zene és minden dalszöveg nélkül, hogy egy prémium terméket akarsz, vagy terméket, ez csúnya szóval, egy prémium produkciót akarsz létrehozni, és utána jött az összes többi? Benne volt az, tehát magában az átpozicionálásban már benne volt ugye ezzel az egész Petőfis vonallal óriási őrület. Jézusom, felkerült a listára, és de jó. Szóval megszületett ez, de mind a mellett, hogy szeretek róla így beszélni, azért ez nem egy szívtelen dolog, tehát jó dalok nélkül nincs semmi, jó gondolatok nélkül nincs semmi, és szív nélkül nincs semmi, és ezt szoktam kihangsúlyozni a Well Hello-nál is mindig, hogy szerintem ami miatt működik, majd, hogy nem legnagyobb részben az a flow. Az emberek érzik, hogyha valamit áramlatban csinálsz, és mi azt nagyon áramlatban csináljuk, és az a tapasztalatom a zenével kapcsolatban, hogy azok a dolgok nem működtek az életben, amiket nem flowból csináltam, hanem csak csináltam, mert akartam csinálni. Akkor ott állunk, Diazzal ismeritek egymást. Miért pont rá gondoltál ebben bűntársadnak, partnerednek, nem tudom, alkoholizálóként? Hát figyelj, egyszer már bejött, hogy beálltam egy jóképű gyerek mellé, úgyhogy gondoltam, másodszorra se lehet rossz. És ott még tényleg nem is buzizták annyian, úgyhogy tök jól kijött. Nem, egyébként az történt, hogy a Diaz teljesen titokban megtanult énekelni. Tehát én ismerem őt 10 éve, még az Animal Cannibals csinált ilyen züllő táborokat, amikre nem akarunk emlékezni. És ő szépen csinálta ezeket az alapzenéket, én már akartam ezt a kicsit rappesebb, vagy hát kevésbé popos vonalat nyomni, és azt láttam, hogy ő nagyon ügyes, hiszen akkor már Karamellel dolgozott, és egy csomó olyan arccal együtt, akiknek a neve már azért alapból egy biztosíték, vagy bizonyíték arra, hogy ez a csávó tud valamit.
Úgyhogy az egész az onnan indult, hogy találtam valami alapzenét, amit tök régen küldött, megtetszett, és volt rajta vokál. És mondom, fú, hagyjuk már rajta ezt a vokált, ez tök tetszik, meg hogy kérd már meg ezt a haverodat, aki felénekelte, hogy akkor énekelje már fel a bridge részt. És azt mondja, milyen haverom, hát ezt én énekeltem. És közben kiderült, hogy ő tényleg megtanult énekelni, ami nekem nagyon tetszett, mert mindig is szerettem volna énekes, rappes dalokat. És mivel azt már bebizonyítottam, hogy nem tudok énekelni, így szereztem valakit, aki tud. Úgyhogy nagyjából... És egyébként el kell mondanom, hogy Diaz rettentő sokat fejlődik, feleségem is énekelt régebben, és látta az elején a produkciót, meg most is mondta, hogy egyszerűen félelmetes a fejlődés, amin átmegy. Ami igen, meg ő egyébként nagyon izgult az elején, tehát még itt az akváriumos bulinál is ilyen óriás... tényleg fél órán lehet ilyen... De nagyon ettől szép az egész, tehát, hogy lelkiismeretes. De most már tényleg csípőből is jön neki az, amiért így. Egyébként ezt meg is jósoltuk is neki, hogy ez lesz, majd figyeld meg a nem tudom hányadik koncert után, most már több mint 160 valány koncerten vagyunk tol, és mondtuk is neki, hogy ez tökre meg fog változni pozitív értelemben. És tényleg. Abszolút, abszolút feloldódott néha a kelleténél még jobban is a turnébuszban, úgyhogy bár ez az egész zenekarra igaz. A Floor and the Filigrance-nél jártunk. Ja, és igen, akkor elkezdtük a brigádot összeszervezni a segítségeddel. Ugye... Még szerintem nem menjünk el odáig. Így van, azért nem menjünk, mert másfél órát legalább pofáznunk kell. Egy. Figyelj, van egy csomó sztorim. Ja, utána is van. Másrésztről pedig azért szerintem mindenki erre nagyon kíváncsi, hogy például hogyan, tehát hogy indult el a rakpart, mert ha jól tudom, te úgy szoktad, tudom, hogy te úgy szoktad csinálni, hogy vannak zenék, amiket hallgatsz, ráadásul olyan extrémen érdekes zenéket hallgatsz, hogy te nem, ezt kevesen tudják rólad szerintem, hogy te úgy random bármit meghallgatsz, ami, tehát nem is a legnagyobb sztárokat, sőt egyáltalán nem azokat, hanem így krúzolgatsz, és onnan szedsz le olyan dolgokat, hogy hú, ez tetszik. Például az ausztrál zenekar, amit mutattál, aminek most hirtelen fog beugrani neve, amit rettentő jó dal. Cape Lion, ami zseniális szerintem. Na igen, szóval, hogy ezt a stílust, ezt a 80-as évek throwbackjét, ami 80-as évek hatású, de új, ezt nem mi találtuk itt, ez egy létező stílus, aminek én nagy rajongója vagyok. Nagyjából egyébként szerintem havi 3-400 zenét hallgatok végig, és abból szűröm le teljesen ilyen no-name blogokról 325 lájkot kapó előadóktól, akik egyébként nagyon jók, csak figyelem nincs rajtuk, de most már egyébként szerdánként van egy műsorom a Petőfi Rádióban, hogyha akit érdekel ez a zenei arculat, akkor ott meg lehet hallgatni. 8 órától meg volt a reklám, igazából szerintem most már mehetek is.